És van ilyen nézet is, amikor rendes hátul nézetben van az autó. Szerintem baromi durván néz ki. Na, menjünk vissza belső nézetbe. Sisak nézet. Na, up and go. Mondom, elég bénán fogok így vezetni kontrollerrel. Na hát ilyen a játék végül is. Szerintem baromi jó a grafikája, az irányítás is elég jó kormánnyal, hogyha azzal tolom, ugye kormánnyal toltam már is, baromi jó volt úgyis. Tehát azt mondom, hogy ez egy nagyon jó autós játék lesz. És kész. Meg lehet nézni a visszajátékot. Na, az előbb kifogyott a játék, szerintem ugye a felvevő program miatt, mert ilyet még nem csinál felvevő program nélkül. Tehát akkor nézzünk egy ilyet, location válasszunk ki valami mást, mondjuk legyen itt a sivatagba. Azt mondja, kocsi pedig legyen mondjuk egy, mit mondtok, egy átlagos Renault. Nézzük meg, hogy milyen. Jó, és akkor vissza. Event setup. Meg lehet adni, milyen időjárás legyen. Light rain, rain, weather, storm. Vihar, thunderstorm. Jó, legyen ilyen. Jó, ez most eléggé durva időjárás lesz. Azt mondja, starting time 12 óra. Real time, jó. Na most egy ilyen esős időt csináltam. Megnézzük, milyen lesz. Hú, hát ez érdekes volt. Ha itt magától megy a kocsi. Még egyelőre. Na itt már én irányítom. Nem, nem én rajtok még mindig. Ez automata pit. Na itt már én rajtok. Na, nézzük először is a grafikát, mert elég durva, hogy a motorháztetőn mennyire látni az esőcseppeket, tehát ez nagyon durván meg van csinálva. Tényleg a játéknak elég nagy előnye ez, és elég nagy grafikai. Guys, partner with freedom and be free. My name is George, founder of freedom, and you've been watching...
your secrets. If you really look at yourself, you will be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids.